Magyarországon 2015-ben indult az iskola mosdó felújítási program. A cél, hogy a hátrányos térségben elhelyezkedő kisiskolák mosdóinak felújításával javítsák a gyerekek higiéniai körülményeit. A globális kezdeményezés lokális megvalósítására egyre nagyobb az igény. 2020-ig 25 millió gyereknek a higiéniai körülményeit javítsuk. Ugye ebbe természetesen beleesik Ázsia is, Európa is. Magyarországon még egyelőre még nincs ilyen elköteleződöttségünk. Itt igazából az elköteleződöttségünk az az, hogy a programot jövőre is folytassuk. A Domestos felajánlása összesen 15 millió forint volt az idei pályázaton nyert 4 iskola számára. A teljes összeg azonban a partnercégek felajánlásának köszönhetően közel a duplájára nőtt. A felújítás mértéke minden esetben az adott iskola állapotától függ. A Révleányvári általános iskola 60-as években épült, azóta strukturálisan is nagy változásokon ment át. Sajnos most már csak az alsó tagozat jár ide. A 2007-ben a Cigándi Kántor Mihály általános iskolához csatlakoztunk, ő a Gesztor intézmény, azóta csak itt az alsó tagozatot működtetjük. Sajnos tanulóink létszáma egyre jobban csökken, most vagyunk a demográfiai mélységben. Ez jelenleg 14 tanulót és 2 tanulócsoportot jelent. Az első és a második, valamint a harmadik és negyedik osztály összevonva tanul. Az alacsony létszámon próbál változtatni a település. 4 település összefogásával próbálom megoldani azt, hogy amelyik településen nincsen óvoda, illetve iskola, támogatjuk őket abban, hogy az önkormányzat saját gépjárművével behordja reggel az óvodásokat és az iskolásokat Révleányvár intézményeibe, illetve délután haza is szállítja őket. Itt ezen a telken épül az új óvoda bölcsőde, ahogy ez már köszöntőben elhangzott. Reméljük, hogy ha az óvoda, illetve bölcsőde létszámát sikerül feltöltenünk, ez vonzóbbá teszi a Révleányvári intézményeket, ezáltal az iskolánkban is lesz kellő létszám ahhoz, hogy fenntartható maradjon. Az idei pályázaton 70 hely, Pilisjászfalu és Herceg kút nyert felújítást Révleányvár mellett.